Nálam még általános iskolában kezdődött. Volt egy srác, aki így felső tagozattól kezdve egészen ballagásig folyamatosan vert. Általában a szünetekben, de mondjuk amikor éppen olyan óra volt és mögém ült, akkor összenyálaszta, összeköpdöste a hátam. Jobb esetben köpőcsővel, rosszabb esetben a saját nyálával. Amikor a szünetben kizavartak minket, akkor általában elgáncsolt, ott megrugdosott a földön. Ennek az volt a következménye, hogy egy idő után rájöttem, hogy nem szabad kivenni a szünetre. Így bennültem mindig az asztalomnál, és megpróbáltam magam elfoglalni, amíg ők kint fociztak, vagy élvezték a napsütést. Hogyha ezt meg akarom úszni, akkor hát el kell kerülnöm az iskolát. Másnap nem mentem be az iskolába, gondolván, hogy megúszom ezt az egészet. Aztán eltelt egy csomó év, nagyon jó középiskolába jártam, Ott nem voltak ilyenek. A Web2 adta lehetőségeket meglovagolva, indítottam egy blogot, majd az első bejegyzés után 2 héttel jelentek meg az első, hát, mondjuk fenyegetések, aminek alapját a származásom képezte. Ezek a fenyegetések később mindennapossá váltak. Néhány hónap után ez már annyira eszkalálódott, hogy konkrétan koncerteket kellett lemondani, mert már a zenekarom menedzsmentjét kezdték el fenyegetni. Úgy, hogyha mi esetleg azt gondoljuk, hogy fellépünk egy bizonyos fesztiválon, amire akkor nagyon-nagyon készültünk, akkor ők bizony leszednek minket a színpadról, és ott mindenki előtt agyonvernek, meg megölnek, meg leparittyáznak, meg ilyesmi. Közös megegyezéssel a zenekarral úgy döntöttük, hogy lemondjuk a koncertet, mégiscsak jobb a békesség alapon. Aztán később már főiskolán kicsit komolyabb pozícióba kerültem, és ez nem igazán tetszett egy bizonyos ellenlábasomnak. Napi e-mailváltásba kezdtünk, melynek az volt a lényege, hogy én hogyan fogok megalázódni a családtagjaimmal együtt a temetőben, és ennek milyen nekrofiliai ábrándozások közepette lesz ez megoldva. Nem tudom szépen kifejezni. Kellemetlen volt, nagyon kellemetlen volt, és akkor én úgy gondoltam, hogy oké, ennyit nem ér meg. Aztán jött az internetes korszak, vlog, napi szaros idők, aztán meguntam, abba hagytam, építettem az életem, és azt gondoltam, hogy a mindennapjaimat, hiszen hát érdekesek és mozgalmasak, ezt megmutatom egy napi vlog formájában. Ennek az lett a következménye, hogy ez bizonyos embereknek nem tetszett, és ez különböző kommentekben, e-mailekben. Természetesen ilyenkor megfogadva a jó tanácsot, hát az ember szarik rá, természetesen ignorálja, hogy tudja. Majd mikor ez az élet elkezdett jelentősen másabb lenni, mint az átlag, akkor természetesen a furkálódások, a piszkálódások, azok egyre kreatívabbak lettek. Végül is ez a napi vlog dolog már nem is fér bele az időrendembe, nagyon sok energiát vesz ki, és őszintén szólva, én is unom. Viszont természetesen volt benne egy olyan motiváció is, hogyha ezt abba hagyom, akkor leszállnak rólam, a családomról. Nem kell minden nap, minden reggel azt olvasnom, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogy fogok meghalni. Ezeket csak azért mondom el, mert az évek során egy dolgot nagyon-nagyon és nagyon mélyen megtanultam. Nagyon nagy hatásfokkal tanultam meg rettegni az emberek véleményétől, az emberektől, az önkifejezéstől. Tanultam meg az öncenzúrát. És az a helyzet, hogy a folyamatos, hosszan fennálló frusztráció és félelem és rettegés nagyon-nagyon rossz élettani hatással van az idegrendszeredre, a szerveidre, az önmagadba vetett hitre, ami hosszú távon azt eredményezheti, hogy lemondasz mindenről. És egy idő után, amikor már mindentől visszavonultál, és már úgy vagy vele, hogy oké, rendben van, hagyjuk, nekem van életem, akkor egy idő után felépsz arra a lépcsőfokra, amikor ezek az emberek minden nap, naponta többször, az összes csatornádon, kommentekben, e-mailekben eljutatják azt a kedves üzenetet, ami egyébként talán az utolsó csepp a pohárban, hogy amennyiben most egy videóban név szerint elnézést kérsz mindenkitől, akit megbántottál a jelenléteddel, az életeddel, az életmódoddal, a léteddel, akkor ők nagykegyesen felajánlják,
hogy a családodat békén hagyják, de téged az életed végéig, amit meggyorsíthatsz azzal, hogyha véget vetsz neki. Szóval, hogy a családodat tovább nem fogják terrorizálni, csak téged. Hát igen. Ezt csak egyféleképpen lehet lereagálni. És itt jön a lényeg, amiről ez az egész videó szól. Teljesen mindegy, hogy hogy döntesz. Feltöltöd az Instagramra, hogy mit teszel, hogy hol jársz, bemutatod a mindennapjaidat, elmondod egy videóban, hogy mit gondolsz a világról. Csinálsz-e bármit a négy falon túl, vagy visszahúzódsz? Egy a lényeg, ne félj, sose félj. Ezek az emberek nagyon picik, és nagyon messze vannak, viszont nagyon hangosak, viszont csak az kiabál, aki fél. Ők félnek, az ő életük gáz. Teljesen mindegy, hogy ignorálod őket, vagy felveszed velük a harcot. A lényeg, hogy ne félj. Ne félj kifejezni magad, ne félj elmondani a véleményed, ne félj megmutatni a világod, ne félj megmutatni az életed, ne félj megmutatni a mindennapjaidat, a perceidet, akár a másodperceidet is. Ne félj önmagad lenni, ne félj élni, mert akkor elmegy a kedved az élettől. Mindig lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik. Ez egy végtelen harc. Ők szigorúan csak egy dolgot akarnak, hogy félj a saját életedtől, ne éld meg, maradj ki belőle, és azon gondolkozz, hogy mi lett volna, ha megmerem lépni, mi lett volna, ha kimerem mondani, mi lett volna, ha... Én erre azt mondom, ne félj a saját életedtől. Ha túlélted, megnyerted. És ne félj elmondani a történetedet, vagy megnevezni a zaklatóidat az itt a videó alatt elhelyezett linken.